Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, Vörös Szabolcs, a mai vendégünk, aki a vendéglóbra készül, oceáni szóló vitorlázó. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Nem olyan régen beszélgettünk arról, hogy milyen lépések szükségesek ahhoz, hogy a vendéglóban részt tudjál venni, és azóta egy újabb akadályon átverekedted magad. Mesélj erről, légy szíves. Igen, egy újabb kvalifikációs, tehát egy nagyon komoly kvalifikáció van most már a vendéglóbra, mert annyi a, jelentkezés jelentkező, és 40 hajóban limitálták a résztvevők számát, és ebben 40-be kell bekerülni. Ugye ez egy elit 40-es csapat, nem egyszerű, mert a világ legjobb szólóvitorlázói küzdenek, hogy hogy kvalifikálják magukat ugye a Vandiglobra, ami a legnagyobb esemény a szólóvitorlázásban. És hát ugye legutóbb itt a Fastnet rész kapcsán beszélgettünk, most egy újabb versenyt sikerült teljesítenem, ez a Ledefi Azimut verseny, ez a Lorientból, Lorientból indult Franciaországból is érkezett vissza, ez egy 650 mérföldes ö, verseny volt. Mennyi idő egy ilyet teljesíteni? Ö, nekünk két nap és 13-14 óra volt, amíg teljesítettük, nagyon hasonló volt a az idő is, igen, az idő, és a táv is, mint a legutóbbi Fastnet részen. Mennyit aludtatok ez alatt, a ö, több mint két nap alatt? Hát ez a több mint két nap, ez a, a szóló vitorlázásban, vagy az óceáni vitorlázásban, ez egy sprintnek számít, uh -huh. tehát ez egy sprint táv, ez egy nagyon rövid táv. Ennek a célja, hogy azért a maximumot kihozzuk, tehát nagyon kevés az alvás, tehát ezt azért ott itt egy levegővel, hogy úgy mondjam, végig szoktuk csinálni, és igyekszünk a hajóból a maximumot kihozni. Itt viszont nem egyedül voltál a hajón igen. Tehát vannak a, a, kvalifikációban is vannak szóló és páros versenyek, tehát maximum ketten vagyunk, ez egy páros ö, ö, verseny volt. Ilyenkor ez fél, fél, félnek számít kvalifikáció szempontjával, tehát 0,5-ös szorzóval számolják be az össz mérföld, a teljesített mérföldekbe, ugye, ami alapja a kvalifikációnak. Szabolcs, és neked ez mekkora különbség? Mert ugye te egy szóló szólóversenyre készülsz most Kell kvalifikálni, ez világos, de felkészülni is kell rá. Tehát miben segít, illetve miben hátráltat az, hogy nem egyedül csinálod? Igen, ez a kettőt. tehát mind a kettőnek megvan az előnye, tehát a szóló, ugye, hogy akkor az ténylegesen szólóban ugye, az adott versenyhelyzet. A, a párosban azért jóval, jóval könnyebb, tehát azt kell mondjam, hogy nem fele-fele a. A, a, a dolog. Tehát, hogy amikor csak magára van utalva az ember, akkor nincs azt, hogy egy technikai hiba van, és akkor szól a társának, hogy te meg a kormánytémak szerelek. Tehát, hogy ez, 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 ez nagy könnyebbség. Itt akkor egy picit azért lehet bátrabban, bátrabban tesztelni a, a hajót, hogy mit tud, és hát nekünk is ez volt a cél, hogy, hogy teszteljünk, 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 mert ugye azt szoktuk mondani itt is, hogy a technikai sport révén a vízen töltött órák és idő az, ami ami, ami a fejlődést hozza. És volt valami, amit a következőkben szeretnétek változtatni, és akkor kezdjük ezt egy kicsit előbbről, ugye 2017-ben épült meg ez a hajó, azóta... 2007. 2007-ben, azóta ti is nagyon sok mindent változtattatok rajta, mit kell még, hogy érzed most? nekünk elsősorban, tehát azért egy 2007-es technika, tehát ezt is látni kell, hogy ugye a mai világban már egy ciklus alatt van, aki két új hajóval jelenik meg, tehát hogy itt nekem a fő célom, hogy, hogy a, hogy a, ver, a vendéglóban el tudjak indulni, és azt teljesítsem, és ebből a 2007-es technikából ugye a maximumot ki tudjam hozni. Ennek a hajónak az adatai egész pontosan ismertek. Úgyhogy mi elsősorban a megbízhatóságra törekszünk, hogy ez a technika, mivel nem egy mai darab, de megbízhatóan működjön, és ugye hogy a maximumot ki tudjuk vitorlázni belőle. Nagyságrendileg mekkora különbség az, hogyha egy ilyen régi hajót folyamatosan fejlesztetek, vagy hogyha mondjuk egy egy újat megpróbáltok beruházni. Ő, óriási különbség, tehát minden szempontból óriási különbség, nem nem különböző liga a kettő, hogy, hogy hogy úgy mondjam, de a Vandy Globe szempontjából azért, azért, azért érdekes, hogy ugye a megbízhatóságod azért a, a, a hosszú a verseny, nagyon hosszú a verseny, úgyhogy, úgyhogy valószínű, tehát valószínű nem ezek a nyerőesélyes hajók, de jóval nagyobb eséllyel végig lehet, végig lehet mm. menni, tehát nagyobb százalékban mm. lehet teljesíteni a verseny, mint a legmodernebb technikával. Mi az, ami még hátra van a kvalifikáció lezártáig? Hát még, még a szezon nagy része, hogy úgy mondjam, hogy a szezonnak a, a, a csúcspontja hátra van. Ez most a Transatzsák vábr nevű verseny, az az a, a, a kávé útja. Ugye ez a, a verseny van hátra, ami Löháv kikötőjéből indul, és a karib térségben Martinikra megy. Azzal a különbséggel, hogy Brazília partjainál kell kerülnünk egy virtuális pályajelet, tehát egész az egyenlítő közeléig levitorlázunk, és onnan megyünk föl Martinikre. Ez közel 5000, tehát ez egy 5000 mérföldes verseny lesz, ez is páros, tehát double-handed, és utána egy nagyon pici szünet van, tehát oda, friss, hogy úgy mondjam, időzőjelbe frissen kell érkezni, mert kevesebb, mint egy hetem van, hogy felkészüljek a visszaútra, ami pedig a Martinikről a Lorientbe megyünk megint, és a szóló szólóverseny a téli, a téli november-decemberi Észak-Atlanti óceánon. Na erről mesélj egy kicsit, pont ezt akartam kérdezni, hogy milyenek a körülmények, tehát hogy ha mondjuk ezer mérföldekre bontjuk ezt az utat, akkor mi, mik a változások, mik a nehézségek? Az első verseny, a Transat Jacques az mindig nehéz, mert ugye az angol csatornán ki kell hajózni. Erről beszéltünk talán múltkor is a Fastnet rész kapcsán, ez navigáció, szél, áramlás szempontjából talán az egyik legösszetettebb feladat, és ugye az évnek ezen időszakában már nagyon komoly időjárási körülmények is tudnak lenni, ami azért nem könnyíti meg a, a helyzetet. Utána a Biscayet jövőből következik, ami szintén egy hasonlóan retteget hely a hajósok számára, ott kell keresztül verekedjük magunkat, és utána verseny a passzát célér És hogyha a övezetet elérjük, akkor az, az meg minden hajósnak az álma, <kül> hogy ugye a, a, a passzát szélben a maximum sebességgel vitorlázni, majd az egyenlítő közelében pedig jön a szélcsendes övezet, ugye az úgynevezett Doldrum. Azzal mit tudtok kezdeni? Hát ott ez, ez az időrejárási modellek ezt egész jól tudják előre, előre jelezni, hogy ez, ez hol van, hogy mozog, mert ezt nagyon pontosan ki kell számolni, uh -huh. és nagyon észnél, tehát nagyon ügyszerű. Számoljátok ki? Számolunk, taktikailag nézzük, tehát ez mindig az, hogy egy modellt letöltünk, utána kinézünk, megnézzük az eget, hogy hogy, hogy mennyire vág össze az elmélet és a gyakorlat folyamatos egyeztetés se ennek, és utána megtalálni azt a pillanatot, amikor a szél is, meg mi is ott vagyunk egy helyen, és a megfelelő átjárót, hogy, hogy minél rövidebbre vegyük ezt a szélcsendes övezetet. És Men... ezt szerintem oda-vissza meg kell csinálni. Mennyire tanultál bele a meteorológiába és a csillagászatba, amióta hajózol? A, a csillagászat már egy picit a múlté, bár nagyon szeretem, azt még a 97-es földkerülés alkalmával akkor többet tanulmányoztuk ugye a, a, a csillagokat. A meteorológia rengeteget fejlődött, és ez folyamatos, folyamatos tanulás. Én azt hiszem, az elmúlt évben nagyon sokat fejlődtem én is a meteotaktikából, de még mindig mindig van bőven hova. Milyen tudományok vannak még, amiket igénybe veszel, uh, akkor, amikor felkészülsz, vagy akkor, amikor egy versenyen részt veszel, ilyen fajta tudományok? Én azt hiszem, hogy ez, ez az egyik érdekessége ennek a szóló vitorlázásnak, hogy én nem tudnék olyan tudományt mondani, ami nincsen. Uh -huh. Tehát tényleg a fizikától kezdve a statika, a matematika, a csillagászat, az időjárás, a földrajz, akkor a biológia, ugye a saját magunknak a. a, a táplálkozás, és ugye, hogy alvás, tehát ezek mind ugye biológiai dolgok, akkor, tehát, hogy rengeteg, ugye, az orvos tudomány, mert ugye magunkat kell ellátni, napra késznek kell lenni, hogy mi történik, ha. Tehát és ha történik ez egy, egy össz... baleset az óceán közepén, akkor hogy vagy képes ellátni magad? Hát egy nagyon komoly felszerelésünk van, nagyon komoly képzésen is kell részt venni, tehát ez alap, hogy hogy elindulhassunk, és hát rádiós, telefonos kapcsolaton az orvos is segítség, és egy körülbelül úgy van, hogy pontosan a csomagban megvan, hogyha rámutatok, hogyha itt fáj, mm. mit vegyek elő, nyissam ki a kék dobozt, a kék dobozból a kis tasakot vegyem elő, és utána... Milyen mértékig azt... tudnál elmenni, hogyha saját magadat kellene rendetenni? Hát, nö, szerintem, hogyha az ember olyan állapotban van, nagyon sokáig el tud menni. Pont beszélgettünk a legutóbb a, a, a társammal, hogy, hogy volt olyan ember, aki vakbélműtétet megcsinált magán. Erre egy próbáltam orvos. utalni, hogy akármilyen egyszerűen... Ezt extrém én nem helyzetek. tudom, de ő, or, o, tehát ő egy egy orvos volt amúgy, de ez volt talán, talán a történelem a szólóvitorlázás történetének az egyik legextrémebb... Ö, ö, Eseménye, ugye, hogy egy, egy vakbél műtétet is valaki magán el tudott végezni. Várlak vissza, épségben, egészségben, vakbél műtét nélkül, és, és nagyon örülök, hogy ezekről a dolgokról, amik abszolút a hátteret alkotják, de nélkül nincsen semmi, és semmilyen eredményt tudtunk beszélgetni, úgyhogy ezt köszönöm szépen. Én is köszönöm. A kedves nézőktől búcsúzunk most viszontlátásra.